Köszönöm szépen. A fogalom, amelyet használok, tehát az aszimmetrikus háborúk fogalma, ezt a fogalomrendszert ugye, mint tudjuk, általában a modernkori háborúkban használják, de meggyőződésem szerint ez a fogalomrendszer, ez a korra alkalmazható. Itt látjuk a fogalomrendszernek a különböző dolgait. Tehát az aszimmetrikus hadviselésre jellemző a résztvevők között lévő jelentős katonai, társadalmi, gazdasági, vagy sajátos társadalmi, gazdasági háttér és politikai legitimációs különbsége. Az utóbbiről ugye volt szó, erről majd csak kiegészítéseket fogok tenni. Általában a modern korban is ugye reguláris alakulatok felkelők elleni harcát szokták ebben jellemezni. Természetesen a módszerek és a kivitelezés az a korszakonként változik, de az elvek gyakorlatilag nem. És azt is meg kell jegyezni, hogy ugye van, mikor ugyanezt az aszimmetrikus hadviselést maguk a reguláris alakulatok is alkalmazzák egymás szemben. Ennek egy nagyon szép korszaka volt a 18. században, ugye a porosz-osztrák háborúk, ahol ugye a magyar huszárság gyakorlatilag egy európai hírnévre tett szert. Tehát a vizsgálat szempontjai, tehát első a háború társadalmi háttere, itt gyakorlatilag ugye a Bújdosok kuruc, illetve a Ránkóczi szabadságharc idejéről van szó, tehát ez az 1672-től 1711-ig tartó korszak, amely kisebb megszakításokkal voltak, különböző felkelések, de ennek a politikai hátterét egy kicsit hosszabb időtávba kell taglalni. A háború célja és legitimációjára, erre is volt szó, illetve magának a háború megvívásának a módja. Szerintem ebben a keretrendszerben, ha másképpen tesszük fel a kérdéseket, akkor talán egy kicsit pontosabb válaszokat kapunk, ugyanis jelenleg a magyar közvélekedéssel szemben, ugye kvázi már a megnevezésből is a Rákóczi szabadságharc, gyakorlatilag Rákóczi személyen körül összpontosul, ami azért nem teljesen ugyanaz, és egy nagy adósság a magyar történettudománynak, és nekem is, hogy gyakorlatilag nincs Rákóczi szabadságharc története, sem katonai, sem politikai, gyakorlatilag ilyen kisebb, nagyon dolgok a kibővített, már Rákóczi életrajzok vannak. Na most a térszín, ugye ez a északkelet Magyarország, amely a felső Magyarországot, illetve az Erdélyhez csatolt magyarországi részeket mutatják, itt alakult ki gyakorlatilag az a társadalom, amely végig bázisa volt ennek a szabadságharcnak. Itt ez mindig puskaporos hordónak számított az egész 17. században, különösebben, külön pedig ugye tudjuk, hogy aztán a 70-es évektől kezdődően ennek több, ennél sokkal több pontja van, itt most ezt emelem ki. Tehát a török terjeszkedése nyomán itt egy sajátos ütközött zóna lett. Itt nem csak a két nagy hatalom érdekei ütköztek, hanem a lokális hatalommá váló török függésben lévő, ugye erdélyi fejedelemség, itt ezt ugye nem látjuk, amely időről időre ugye terjeszkedett Észak-Kelet Magyarországon. A lakosság zömét a protestáns felekezetek alkották, és ezeket érintette ugye legjobban politikailag, egzisztenciálisan a kibontakozó 17. század elejétől kibontakozó ellenreformáció, vagy ahogy ugye most szokták nevezni, katolikus megújulás, meg számos
de a lényeg az gyakorlatilag ez. Itt vált meghatározóvá a német ellenesség is, amely a központi hatalom elleni, a korabeli felfogásban pontosan a bécsi udvarral való szembenállást testesítette meg. Gyakorlatilag ez azzal függött össze, volt összefüggésben, hogy a magyar királyság döntéshozatalának egy jelentős része kikerült az ország területéről, tehát máshol hozták a döntéseket, és természetesen a magyaroknak, attól függően, hogy ugye, hát milyen érdekérvényesítő képességük volt, hát tudták ugye az ország jogait megvédeni, és ugye mindig e körül forgott a dolog, hogy hát az ország állami különállását kell megőrizni, tehát a Habsburg Birodalom keretein belül a Magyar Királyság ugye milyen módon kapcsolódjon ebbe a birodalomba. Ugye itt gyakorlatilag a Felső Magyarország nemesség földrajzi helyzeténél fogva, ugye nem Bécshez kötődik, hanem inkább a lengyel területekhez és Erdélyhez, rokoni szálakkal is, és van egy speciális tényező, ez a Rákóczi család, amely vagyonával és váraival, magánhadseregével, itt gyakorlatilag 3000 katonát ki tudtak bármikor állítani. Ők Erdélyben fejedelmi dinasztia alapítás, illetve hát Felső Magyarországon ugye megkerülhetetlen voltak a Ránkóczi család tagjai, illetve exponensei is, és egy nagyon fontos tényező, hogy az állandósan háborús viszonyok következtében, itt számosok van, egy nagyon kompakt és jellegzetes militarizációs társadalmi háttér alakul ki, ennek egy jellemző katona réteg a hajdúság, illetve a szabad zsoldosok, amit szabad hajdúk, szabad legényként említettek, ezeknek az utánpótlása ugye folyamatos volt, itt vannak ezek a gyönyörű szép hajdúk, és itt van ugye Felső Magyarországi főkapitány, majd érsekújvári, illetve a Forgács Ádám, ugye a Forgács Simon Kuruc tábornagynak az apukája, aki gyakorlatilag ezt az egész élete, az élete átfogta ennek a folyamatnak szinte az egészét. Ugye tudjuk azt, hogy 1678 őszétől ő volt az egyik, aki közvetített a Kurucok képviselői, illetve első Lipót király között, és amiért vetettem most ugye a kialakuló militarizált társadalom között, hogy ez mennyire jó volt, mikor 1644 elején ugye első Rákóczi György támadása következtében mozgósítja a hajdúságot, ekkor ugyancsak a török veszély szempontjából, akkor megírja a hajdúvárosoknak, hogy ne a hajdukat küldjék, hanem gyakorlatilag a hajduk mellett élő szabad legényekből toborozzák, a hajduk maradjanak otthon, azok majd védjék meg a saját birtokukat. Tehát gyakorlatilag sokkal nagyobb fegyverforgató népességre találkozunk, és aki jellemzi a kialakult viszonyokat, ez nem más, mint ekkor, 42-ben még, 42 előtt, Lipai György egri püspök, aki ugye elmondja, hogy az itt élő nemesség köznéppel együtt, kálvinizmus híve, aki szítja az ellenségeskedést, és akit ugye lelkesen támogatnak az erdélyi fejedelmek, mi tudjuk, az erdélyi fejedelmeknek egy sorozatos királyellenes felkelései voltak, ezt annak idején én még Habsburg ellenes felkelésnek tanultam, de gyakorlatilag a jogi megfogalmazás mégis ez, és itt természetesen Bethlen első Rákóczi György alatt is megvoltak a politikai szálak a magyar királyság, a királyi ország rész törekvései és az erdélyi fejedelmek között, de masszív hát hatalmi igényei voltak az erdélyi fejedelemségnek, itt tudjuk, ez a 7 felső magyarországi
vármegye tartozott ide. Na most a militarizáció, illetve a különböző katonáskodó rétegre, itt Onod váránál ki tudtam mutatni, hogy gyakorlatilag a struktúra hogyan alakul, itt jóval nagyobb militarizáció népességgel számolhatunk, ugye általában csak siránkoznak, hogy hová csak ott 500 fős sörségben, fenét ugye, tudjuk a jogi helyzet, hogy Királyi Végvár és Rákóczi családnak a magánvára. Ez az állandó őrség, ez 1000 fő, és akkor itt különböző mezei lovasok, vármegyék is jönnek. Ez nem csak Onod várára igaz, ez megvan Tokaj várában, Tokaj várában például általában a szabolcsi hajdúvárosokat szokták behívni. Itt látjuk ugye, hogy a erdélyi fejedelmek itt hatalmas, közel 20-30 ezer fős hajdúságot letelepítenek, mégis jelentős marad a szabad katonaság száma. Egyik hatalmi bázisuk volt ugye a hajdúság, ez Báthori Gábornál első Rákóczi Györgyi evidencia, második Rákóczi György pedig komolyan ugye támaszkodik rájuk a török elleni és az erdélyi belháborúkban, és itt ugye tudjuk azt, hogy Kassai országgyűlésen, ahonnan én eredeztetem ennek a vitézlőrendnek a kialakulását, nagy vita van, de testületileg a katonaság csak egy szavazatot kap. Második Rákóczi Györgynél is van ugye nyomásgyakorlás, hát erre a példa, amikor 58 elején visszahelyezik ugye Rákóczi Györgyöt, akkor Keresztúri András Böszörményi hajdúkapitány részegen bevágtat a lovon, mögötte a hajdúság, és ugye mondja, hogy kurva legyen annak anyja, az ki nem barátja Rákóczi Györgynek, vele élek egy halakú Isten úgysegény, ez meg is adta az alaphangját az egész országgyűlésnek. Aztán tudjuk, hogy Tököli alatt teljesen a vitézlő rendkezébe csúszik át a politikai dolog, ott is megvolt, nem lehet ellent mondani, mert hát jól felkösse a bocskort, aki ellene mond, mert jól megvagdalják a vitézek. És aztán tudjuk azt, hogy második Rákóczi Ferenc hatalmi bázisát és nagyrészt a vitézlő rend, illetve a katonáskodó nemesség adta. Szerepük jelentős volt az Onodi és Sárospataki országgyűlésen, itt is lehetne történeteket mondani a különböző nyomásgyakorlásokra. A háború célja, itt látjuk, általában gyönyörűen megfogalmazták, még szebben is, hogy mi Istenünk dicsőségét, éles hazánk lelki és testi szabadságáért, ebben benne volt a rendi szabadságjog, vallási szabadságjogok is. Ugye a 72-es Budosó támadáskor protestáns vallás szabadság rendi, illetve az abszolútista rendelkezések, főleg az adórendelkezések visszavonására, de már egyesületet bevették egy önálló felső-magyarországi fejedelemség megteremtését is. 1678 őszében pedig ugye Tököli csillagának a felemelkedése jön. Tököli ekkor már ugye elfoglalja a garamenti bányavárosokat és tárgyalások feltételeket szab király képviselőinek, köztük ugye a Forgácsnak, aki közvetíti. Szabad vallás, gyakorlás, rendi alkotmány visszaállítása, törvénytelen adatok eltörlése, és mindennek biztosítékául a nádorságot kéri magának, ez csak éjség volt, ugye. 1680-81-es hadjáratok nyomán már ugye az első Rákóczi György által birtokolt 7 vármegy átengedését kéri, kurucoknak amnestiát, Zrínyi Ildával való házasságának engedélyezését, téli szállást kap a Berek Szabolcs Gocsa Ung vármegyékben. Érdekes módon ez a Ung vármegye sose került a erdélyi fejedelmek felhatósága, ez ilyen szigetként maradt meg, most ugye oda is hivatalosan ugye bekavártéhozhatták magukat a kurcok, és aztán a 81-es portai ajánlat, ami után ugye az Orszta Magyar, vagyis Közép-Magyarország, Magyarul-Felső-Magyarország fejedelemmé választják Tökölét. Ugyanekkor ugye Rákóczi céljait
Brezsányi és a Vetési Pártesekben tájékoztatja a magyarországi lakosságot. Ennek adókönnyítés, fegyveres szolgálat fejében adómentesség, nemesség rendi vallási sérelmek orvoslását. Európai közvélemény, tudjuk, megjelent, eljutott a tengeren túlra, és ezt a Rekrudeszkundban. Ott rögzítik, ugye, szabad királyválasztás, ellenállási záradék visszaállítását, illetve, hogy az aranybulla ellenállási záradék alapján ők jogosan fognak fegyvert. Ezt én nem ragoznám tovább, viszont a követendő példaként az erdélyi fejedelmek, illetve Tököli Imre királyellenes felkelését tartják. Ugye hallottuk, eredetileg egy rövid háborúval számolnak, a bécsik előretörő francia varjós csapatokkal való együttműködésre. Nyilvánvaló, hogy a Bocskai, Bethlen Gábor és Első Rákóczi György által követett schémákat igyekeznek ugye megvalósítani. A fegyveres felkeléssel nyomást gyakorolni az uralkodóra, kompromisszumos megegyezéssel lezárni a konfliktus. Ez volt az eredeti terv. Erdélyi fejedelemség kulcstényező, ebben Rákóczi, mint erdélyi fejedelme leszármazottjának személyi ambíciói, legitimációs törekvései hallottuk, közrejátszottak, de a Bocskai István politikai végrendeletéből eredeztethető politikai konstrukció, amely, tudjuk, még a Rákóczi politikai elitjének is mély nyomot hagyott. Itt úgy látjuk a Bocskait, illetve Barcsai Mihály, erdélyi fejedelmi tanácsos, azt mondja Rákóczinak, hogy inkább Erdélyben legyen fejedelem, és akkor onnan segítheti a magyarokat. Itt egyetlen ugye enyszépség hibája volt, hogy az egész szabadságharc ideje alatt, hát a Erdély az egyik gyenge pont. A kettő érának a között ugye teljesen megváltozik a politikai szituáció, gyakorlatilag törököt kiverik az országból, tehát az a konstrukció nem igazán, elvileg nem működhetett volna, de 1704-ig működött, amit Rákóczék elképzeltek, ugyanis hát a erdélyi fejedelmek az egy rendezett államból indultak ki, és ők mögöttük, mint oszmán vazallus, a török birodalom is át, legitimáció. Ugye hát a Tökölinek elég gyenge, vitézlőrend választja meg őt fővezérévé, majd pedig kinevezik Ibrahim a budai pasa által a Felső-Magyarország fejedelemség, illetve 90-ben erdélyi fejedelemmé választják török nyomásra, ez volt Tököli 50 napja. Na most Rákóczinál ugye ő 97-től és 1703 Magyar Királyság területén 1703-tól 1705-ig Széchenyi országgyűlésig ő, mint a Szent Birodalom hercege uralkodik, gyakorlatilag rendeletileg kormányoz, ez az a pátens jellegű kormányozás. És aztán ugye júliusában megválasztják, de ennek joghatája nem terjed ki a Magyar Királyságra, sőt, ugye amikor megjelennek a követek, akkor közlik, hogy jó lenne a portára beküldeni az Afnáméért is, mert a porta Erdélyben tényező. A Magyar Királyságban aztán ugye a könyvföderált rendek, vezérlő fejedelme, de mint erdélyi fejedelem. Ez is ugye török ellenes felszabadít a háború, na most itt a legitimáció, ez a kuruc ellenes, a kuruc névvállalása, ugye a Tökölinél ezt vállalják, ennek itt van a háttere, ez nem igazán, viszont a Rákóczi felkelés első hónapjaiban dokumentum van arra, hogy hivatalosan a kuruci nevet az nagy büntetés alatt tilalmazza. Na most ugye a legitimáció egy másik részét a asszonyoktól eredeztetik, Izrényi Ilona és Tököli Imre esetében ugye hatalmas birtoktest, magánhadsereg Izrényi Ilonánál, de mégis szerelmi és egyben érdekházasság volt,
Bár Lenin nem 10 évvel volt idősebb, mint Thököly, csak néhány évvel. Na és itt van második Rákóczi Ferenc, aminek életében több nő van. Így a vetélytársak, ugye Senyevszkája, aki csak említette Gebei tanár úr, de pénzt, fegyvert szerzett, illetve hát szerelmet is, mint tudjuk, adott a fejedelemnek, és Sarolta Amália, ez volt a hivatalos feleség, ugye a férjét 1701-ben megszünteti a börtönből, és 1706-ban pedig a nagyszombati béketárgyalások idején már megpróbál rávenni a királyra való megegyezésre, Rákóczi nem hajlik erre, és továbbra sem. Ő változatlanul ragaszkodik, ez egyik pont, ami megbuknak a erdély fejedelemségre, itt egy másik, ez pedig a Stratmann Eleonora grófnő, akit Szavoljai Eugén küld 1703-ban a tokai táborban, hogy próbálja rávenni a fejedelmet a háború abbahagyására. Ez se sikerül, ugye, tudjuk azt, hogy hát Szavoljai Jenőről mondják, hogy Mars, Vénusz nélkül, nem bizonyított teljesen a mássága, azt tudjuk aztán, hogy idősebb korában Stratmann Eleonorában, aki korának nagyon szép asszonya volt, azért hát szellemi társak voltak. Na most az utókor legitimáció, hogy a második Rákóczi Ferenc, Rákóczi kultusz megteremtése, alaphangot, Petőfi verse, máig tartja. Na és itt a politikai aszimetriára néhány szó, fejedelem, rendi, tehát nem tudja felsorakoztatni, arisztokrácia, főpapság néhány kivételtől eltekintve nem csatlakozott a mozgalomhoz, a főméltóságok távol, illetve a vármegyék főispány helyeinek jogszerű betöltése is gondot okozott. Na most a királypártiak sok esetben egyetértek a kurucok ugye törekvéseivel, de a bécsi békére hivatkozva hajlottak a nemzetközi garantiára, és mint látjuk Erdély státuszáról pedig úgy vélekedtek, hogy Rákóczi tegyen hősök esküt Józsefnek, és részek nélkül kormány az országrészt, erre Rákóczi nem volt hajlandó. Volt egy jövendőlés, ezt Eszterházy Pál Nádor ugye megjósolta annak idején, hogy az adók miatt itt probléma lesz, hogyha az uralkodónak, és akkor az aszimmetrikus háború megvívásának a módja. Itt Thökölynél ugye sem állam nincs, a hódoltsági peremvidéken élnek, társadalmi bázisuk zöme lényegében a katonarétegek adják, politikai céljaik, portyák, rajtaütések láncolatából, de most már távirati stílusban fogalmazok, illetve hát itt is a probléma, hogy elvesztik ugye a nagyobb csatákat. Rákóczinál hallottuk, hogy gyors, tehát gyakorlatilag van egy aszimmetrikus erőviszony, felkelőhetségek, pszichológiai hadviselés, megtévesztés, dezinformációja az nagyon bejön. A katonaságnál egy aszimmetrikus hadügyi szisztéma van, és a császári kuruc hadsereg között kialakul egy harcászati aszimetria, és az utókor legitimálja a Thökölyt is, ugye, mikor 54-ben lecserélik Mária Teréziát Thökölyre, és a Reliéf Dombor művön pedig ott van, a 679-ben lezajlott klasszikus hajdulás, és itt van ugye Szikszó, és illetve alul Szikszó by Night, egy szép másik dolog. Na most itt vannak ugye ezek Káló és Lévavára, itt a magyar őrség ugye Rákóczihoz átállnak. A katonaállítás, hogy ezekről az előbb szóló területekről mekkora katonaságot állítottak ki. Itt ugye a fordulat, a höpszeti csata, a koroncai csatáról fogunk még hallani. Itt vannak még a lovasok. Na most
ez egy tömör összefoglalója a Bercsényinek, hogy milyen mentalitásbeli gátjai voltak a magyar katonaság regularizációjának. Itt van egy nagy téveszme, mert a szervezeti regularizáció gyakorlatilag megvolt, ez teljesen mást jelentett, mint a harcászati reguláció, ami nem történt meg. Visszautalva egyetlen dologra, hogy szerintem a regulamentum univerzálék, ha megnyeri, akkor megállta volna a helyét, mert részei megvoltak gyakorlatilag előzőleg, sőt, magyar nyelven is megvoltak a különböző ilyen dolgok, csak a politikai körítés volt más. Hát ilyen császári gyalogoshoz hasonló alakulatokat, meg dragonyosokhoz akartak kiképezni, gyakorlatilag részben sikerült. És itt van, hogy ugye a császáriak tartják ezt a folyók mentén, Dunatisza, Dráva mentén kialakult vonalat, és ez gyakorlatilag egy hadászati előnyt jelentett nekik végig. És itt van a Majtén Kuruc zászlóletétel, és egyetlen egy dologot szeretnék még mondani, hogy gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc, ami gyakorlatilag királyellenes felkelés volt, ez meg is megteremtette annak a lehetőségét, hogy hát a magyar királyság jobb kondíciókkal épüljön be a Habsburg birodalomba. Ez jellemzi például, hogy a még 96 után kivetett 4 milliós hadiadó, az 710-es évek közepén, kivéve a háborús éveket, azon 2,5 és felmegy 2.800-ra, és csak aztán 1750 körül emelik meg 3 millió félre, de hát akkor az ország gazdasági teljesítő képessége, lakosságának nagysága összesen hasonlítható volt a Kuruc háborúk előttivel. Köszönöm a figyelmet!